második Kyokushin Karate Világkupa magyarországi megrendezése óriási sportdiplomáciai siker hazánk számára. A Magyar Szövetség évtizedes fegyelmezett példamutató munkája, a versenyzők nemzetközi eredményei, a hazánkban rendezett események színvonala mind-mind hozzájárultak, hogy Magyarország rendezhette elsőként Japánon kívül a világkupát. Afrika kivételével, ők vízum problémák miatt nem tudtak megérkezni a versenyre, az összes régió versenyzői képviselték magukat, így Ausztrália, Észak, Közép és Dél-Amerika, Ázsia, Európa, azon belül a házigazda Magyarország külön csapattal, Japán, Közel-Kelet, Oroszország versenyzői indultak a versenyen. Természetesen a Nemzetközi Szövetség képviseletében megtisztelték jelenlétükkel a résztvevő régiók vezetői, Shihan Kenji Midori világbajnok, a Japán Szövetség vezetője, akit éppen a világkupa utáni közgyűlésen választottak a világszervezet vezetőjévé, Sensei Mészáros Attila, a Magyar Kyokushin megalapítója, aki jelenleg Svédországban él, és az IKO alelnöke, valamint Sian Howard Collins, az Európai Szövetség technikai igazgatója, aki évek óta segíti a Magyar Szövetség szakmai munkáját. A 2000. évtől kezdve szerte a világon kvalifikációs versenyeket rendeztek, hogy kiválasszák azt a súlycsoportonként 16-16 versenyzőt, akik megmérkőznek majd a világkupa győzelmekért. We'll be right back.
A versenyt a Kyokushin karate szabályrendszere szerint a férfi mezőnyben 3, könnyű, közép és nehéz súlyban, míg a nőknél 2 súlycsoportban, könnyű és nehéz súlyban, teljes full kontakt erejű küzdelemben vívták, természetesen a tiltott testrészek kivételével. Nem volt támadható kézzel a fej, és kéz- és lábtechnikával a szem, a torok, a nyak, a lágyék, a gerinc, a térd, valamint tilos volt fogni, lögdösödni, a földre került ellenfelet teljes kontakttal támadni. Az esélyeket latolgatva elsősorban a japán versenyzőknek van a legnagyobb sansza, de az elmúlt években erősen felzárkóztak az orosz, litván, ukrán versenyzők is a világ élmezőnyihez, és azt kell mondanunk, hogy női versenyzőink révén szintén Európa, sőt a világ élmezőnyihez tartozunk. Amazonjainknak számos Európa-bajnoki helyezéssel és Stanko Rita jóvoltából már világkupa győzelmi címmel is büszkélkedhetnek. 1972 Budapest Testnevelési Egyetem a magyar Kyokushin karate megszületése, amelyben önnek nagyon sok szerepe volt, és most itt 2001-ben a világkupa, a második világkupa. Ezek szerint ön most duplán örülhet. Hát én ennek nagyon-nagyon örülök, mert abban az időben nem gondoltam, hogy ez idő fog kilukadni. Minek köszönhető az, hogy itt Budapesten rendezhetik meg a második karate világkupát? Hát ezt már említették ma is a dobogón fent, hogy a 30 éves kitartó munkának, mint Sian Furko Kálmán és a sok társának, akik tényleg ezt nagyon keményen csinálták 30 éve. Milyen eredményességgel lenne elégedett, akár a magyar, akár az európai válogatott részéről? Hát elégedett, csak akkor leszem elégedett, hogyha az arany jön be, de kemény a küzdelem, és a bronz, ezüst, az is jó lesz. A világkupa selejtezői a magyar női versenyzőknek sikerültek jobban. Férfi versenyzőink a kedvezőtlen sorsolásnak köszönhetően sajnos már az első fordulóban elbúcsúztak a további küzdelmektől. A férfi 70 kg-ban a magyar bajnok, kapuvári Németh Gábor az első küzdelmében Suichiro Tada japán versenyzővel került össze, akinél az első mérkőzésen ugyan aktívabb volt, de a bírók döntetlent láttak. A hosszabbítás is döntetlen eredményt hozott, végül a második hosszabbításban a küzdőidő végén aktívabbá váló japán versenyzőt hirdették ki győztesnek. A 80 kg-ban Jarábik Lászlót ceglédi karatéka képviselte hazánkat, aki elsőre a későbbi győztes, az Európa-bajnok Klapatauskast fogta ki. A teljesen kiegyensúlyozott küzdelem végén a bírák az ismertebb litván versenyzőt hirdették ki győztesnek. Nehéz súlyban a magyar bajnok Kozma Kálmán, a budapesti Sampai Dojo versenyzője, szintén a későbbi bajnokkal került össze. Sovány vigasz, de tény, nem akármilyen versenyzőkkel szemben maradtak alul. Női versenyzőink sikeresebben vették az első akadályt. Stanko Rita, Európa-bajnok, a stabilitás versenyzője, aki egyedüli címvédőként indult a versenyen, az ázsiai Maria Sidorenkót győzte le egyértelmű bírói döntéssel. Mozer Melinda a selejtező mérkőzésen az ausztrál Vanessa Mitchell győzte le, és bejutott a legjobb 8 közé. Nehéz súlyban a nagykörösi szövetes Veronika erőnyerőként jutott be a következő fordulóba, míg Tóth Ivett martfői karatéka a közép-amerikai Lajana Guzmant búcsúztatva került be a 8-as mezőnybe. Sajnos a férfiaknál a legnagyobb reménységünknek számító Európa-bajnoki bronzérmes Török Dániel, a stabilitás versenyzője közvetlen a világkupa előtti kéztörése miatt nem léphetett a küzdőtérre. A világkupára viszont édesapja Török Ádám készített egy Kyokushin indulót és egy látványos videóklipet, amelyen a versenyen, előtte és utána is többször bemutatásra került. Ne add fel a harcot, Kyokushin légy!
élek, ha tantamira állok, egy nagy ütésre várok. Kyokushin lélek, a karatének élek. A 60 kg-os hölgyeknél a tét immár a legjobb, négy közéjutás, és magyar versenyzőt is köszönhetünk rövidesen a küzdőtéren, mégpedig Moczer Melinda, aki Európa színeiben indul majd ezen a mérkőzésen, mint hogy a világkupán is ezt tette, az ellenfél pedig az orosz Anna Zabolotnaja lesz. Az esélyeink jók, ugyanis Moczer Európa-bajnok, elsődanos mester egyébként 1975-ben született, és a győri Szatori versenyzője. Itt pedig az ellenfél, a szőke hölgy zöld övvel, Anna Zabolotnaja, ő harmadik kiús, ezért van rajta a zöld öv, és mint már említettem, Oroszországot képviseli. Esetleg majd érdekes lehet döntetlen esetén a súly. Most a hivatalos mérlegelésnél Zabolotnaja 55,6 kg-mal, míg Moczer 59,9 kg-mal mérlegelt. Hogyha esetlegesen több lesz a különbség, mint 5 kg, akkor veszélyes lehet Moczerre nézve, hiszen súlyjal döntetlen esetén az orosz hölgy lehet a győztes. No, nézzük tehát, a tét már a legjobb, négy közéjutás, 2 perc az alapküzdelmi idő, és ha nincs döntés, akkor ezt további 2 percekkel majd megspékeljük. Mellettem Leskó Anna, Európa-bajnokunk, kétdanos mester, aki majd segít nekünk itt az eligazodásban. Mi lehet az üdvözítő taktika Moczer számára? Hát Melindának ez a verseny azért ül, mert súlycsoportos. Nem súlycsoport nélküli, mint a madridi verseny volt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a verseny megnyerésére is nagy esélye indul. Anna arra utalt egyébként, hogy Moczer Melinda könnyebb súlyú, a hölgyeknél két súly kategóriában rendeznek itt versenyt, a világkupán mégpedig 60 kg alatt a könnyű súly, 60 kg felett pedig a nehéz, ez tehát a könnyű súlyú hölgyek párviadala. Mi jellemző egyébként a Kyokushin küzdő stílusra? Tudjuk, hogy nem lehet ütni kézzel fejre, ez alapvetően behatárolja a lehetőségeket. Így van, ami jellegzetessége a Kyokushinnak a combrugás, ez más karate stílusokban nem megengedett, egyedül a Thai boxban. A lányok inkább a közelharc, illetve a belharcot választották küzdőmódnak. Egyelőre kiegyenlített a küzdelem. Hát bízunk abban, hogy a bírók is úgy látják, ahogy én próbálom, hogy Moczer Melinda az aktívabb és egyenes testreütésekkel próbálja meg feldolgozni majd Zabolotnaja ellenállását. Egyébként remek a hangulat, teltház a szárcsarnokban, ez közel 6000 embert jelent. És egy emberként biztatják most a magyar lányt, aki el is helyez pár szép egyenest, majd egy lábbal is tesz kísérletet arra, hogy leküzdje Zabolotnaja ellenállását. Úgy látom, Melinda elszántabban küzd, és igyekszik változatosabban, egy-egy fejrugás is, és egy-egy térrugás is már kijött. Úgyhogy remélem, hogy ha elvonja a figyelmét a gyomorra, illetve a combra intézett technikákkal, akkor... Vége az első 2 percnek, és nézzük, hogy képesek-e a bírák dönteni ennyi küzdelmi idő után. Hát már egyértelmű, hogy nem, mind a 4 sarokbíró döntetlent jelez, akárcsak a vezetőbíró, így folytatódik a küzdelem. Teljesen kigyenlített volt a mérkőzés. Nincs meg az 5 kg különbség, mint ahogy azt már jeleztem. A hivatalos mérlegelést vették figyelembe. 55,6 kg, illetve 59,9 kg volt a két hölgy súlya. Nincs meg tehát az 5 kg-os különbség. Ez azt jelenti, hogy a negyedik 2 percnek vághatnak neki. Most már az a veszély is fenyeget, hogy ránk szakad a csardok akkora hangorkán. Nagyon és minden esetre elnézve, Moczer Melinda lábmunkáját nem tűnik fáradtnak. Nagyon fontos lenne, hogy ez a 2 perc nagyon aktív, nagyon harcos legyen,
hiszen most már a bíróknak dönteniük kell, döntetlen két perc után is. A hölgyek küzdelmére egyébként mennyire jellemző az, hogy esetleg két vazarival vagy egy iponnal fejeződjék be a meccs? Elég ritka, általában inkább combra tudják megfogni egymást, illetve hogyha egy fejdugás jól sikerül, és ez egy ipon értékű vagy vazari értékű lehet. A negyedik két percben vagyunk tehát, és hogy tényleg ritka az ipon, illetve a két vazari befejezés, az bizonyítja, hogy Zabolotné a harmadik kiús létére remekül helyt áll az első danos Európa-bajnok rohamainak, és teljesen kiegyenlített mérkőzést produkál. No, de most már bízhatunk benne, hogy a magyar lány érvényesíteni tudja nagyobb tudását, és az ő győzelmével fejeződik nagyba a mérkőzés. Ő juthat a legjobb négy közé. Úgy látom, Melinda rákapcsolt. A közönség is jelzi ezt nekünk. Biztos vagyok benne, hogy behallatszik az a tombolás, az a szurkolás, amely segítheti előre Módszer Melindát, aki szenzációs tempóban, tényleg fáradtságot nem ismerve jön előre, és egyenes ütésekkel bombázza az ellenfél testét. Melindára oly jellemző ez az összefogottság, ez az elszántság, ahogy küzd. Egy pillanatra sem látszik, úgy, mint a másik lány arcán a fájdalom és a fáradtság, pedig bizonyára is nagyon fáradt már. Igen, az oroszlány arca most már gyakran torzul el. Egyrészt a fájdalom, másrészt a fáradtság, ez nagyon tükröződik rajta. Módszer Melinda viszont teszi a dolgát, jön előre kegyetlenül, és ebben a pillanatban véget ér a negyedik kettő perc is. Én úgy gondolom, hogy most végére Melinda sokkal összefogottabb volt, pontosabb volt, reméljük a bírók is értékelni fogják a harcosságát is. Na nézzük, először a sarokbírók ítélkezhetnek. Fehér, 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 három fehér, egy döntetlen, ami azt jelenti, hogy Módszer Melinda, Európa-bajnokunk, megnyeri a mérkőzést, és ott van a legjobb négy között. A lassítás már ez az utolsó rohamot mutatja, amikor három egyenes ütés is betalál az oroszlány testére. A magyar színek képviseletében is Európa-bajnokot üdvözölhetünk a küzdőtéren, mégpedig kétszeres Európa-bajnokot. Stankó Rita érkezik balról, a kép bal széléről, őt piros övvel különböztetik meg. Az ellenfél pedig Japánból érkezett, Akiko Chatani személyében, ő második kius, tehát ő a barna övvel rendelkezik. Stanko egyébként a mezőny egyetlen olyan tagja, aki 1997-ben Csibában megnyerte az első világkupát, tehát címvédőként indul el a magyar lány ezen a versenyen. Nagyon szép hosszú ütéseket és szombrulásokat helyezett el a japán lány testére és lábára. A japán lány jól kihasználta most Rita megingását. Jó ritmusba találnak a köríves ütése. Stankó Rita 1973-ban született, tehát elmondhatjuk, hogy a karatét tekintve éppen ideális korban van. Igen, hát ő most kihagyott egy jó időt a versenyzésben, mert volt egy hátsérülése, de ahogy beszéltem vele, teljesen rendbe jött, és jó néhány hónapja teljes erőbedobással tudott készülni a világkupára. Ez jóval egyoldalúbb mérkőzésnek tűnik, mint az előző. A japán lány Akiko minden energiáját inkább a védekezésre összpontosítja. Látszik rajta, hogy respektálja a magyar lány tudását. A támadások elhárítására törekszik, bár most bal lábbal egy egyenes rúgást bevitt Stanko testére. Stanko is, akár csak az előbb látott Módszer Melinda a felső ágon van, és ez azt jelenti, hogy a döntőbe jutásért, hogyha Stanko is sikeresen veszi ezt az akadályt, egymás ellen meccselhetnek majd. Stanko 2-3 ütéssel puhítja a japán lány felső testét, majd bal lábbal a bal combját is célba vette. Nagyon jó sorozatai vannak Ritának, próbálja széthúzni, dolgozni törzsre és lelábra is, és úgy látom, hogy egyelőre kiválóan bírja. Vége az első két percnek, Stanko annyira belelendült, hogy nem is állt le. A mérkőzés idő lejártánál, nem lepne meg, ha már most döntenének a bírák,
Nem. Hárman döntetlenre ítélik. Egy oldalbíró látta jobbnak Stankót, de hát ez most kevésnek bizonyult, hisz a vezető bíró is a döntetlenre szavazott. Így 4-1 arányban. Döntetlent is hoztak ki. A japán kezdi agilisabban a második két percet. Stanko némi megtorpanás után visszaver. Többször eljátszotta azt Akikóval, hogy testre sorozott. Mert hogy nehogy hozzászokjon ehhez, egy-két szombost is bevitt. Ezáltal a fedezékét próbálva lejjebb hozni. Próbálja a japán lány tartani a távolságot, és egyenes rugásokkal megállítani Ritának a rohamait. Jó ritmusban néha el is kapja. De Rita jó ritmusváltással mégis közelébe tud kerülni. Hát nekem a laikusnak néha úgy tűnik az ő ellenállási kísérlete, mint amikor valami törékeny esernyőt tartanánk a jégeső elé. Stanko könnyűszerre üti át a fedezékét, több ízben, mint tette ezt most is. Rita rendkívül kemény, és úgy látom, hogy a kihagyás nem látszik rajta, mert változatlan harcossággal és keménységgel küzd. Most csínybe rúgtak, ha lehet ezt mondani, mindketten egyszerre indítottak egyenes rúgást. Egy szombos Stankótól. Úgy látom, sikerül Ritának az ellenfelére erőltetni az ő stílusát, közelharc, illetve belharc technikákat végrehajtani. Igen, amit említettél is, hogy Akiko megpróbálja távol tartani magától Stankót, hát ez a kísérlete gyakran fullad kudarcba. Stanko tényleg szó szerint átüti a fedezéket több vízben. Most is ez történik. Egyenes köríves ütés. Kezd a japán lány mozgása szétesni, és ezt Rita kiválóan használja ki. És a szurkolók nagyon-nagyon bíztatják ebben. Stanko továbbra is dolgozik egy gép precizitásával. Óriási ütéseket helyez el Akikón, aki jóval törékenyebbnek is tűnik Stankónál, és ugyan látszik az arcán, azt hiszem a japán lánynak, hogy tudja, ezt a mérkőzést elveszítette. Én minden esetre megelőlegezném Stankónak a győzelmet, bár még hátra van az ítélethirdetés. Ha-ha, egyértelmű! Négy piros zászló a sarkokban, és a mérkőzés vezetőnek is ez a véleménye. Vagyis Stanko Rita legyőzi a japán Akikót, és ő is ott van a legjobb négy között, ahol Módszer Melindával majd a döntőbe jutásért küzdhet. A plusz 60 kg-os fölés útcsoportban vagyunk. Itt is két magyar hölgy révén leszünk érdekeltek. Először a képen látható Szövetes Veronika, ő Európát képviseli. Az ellenfelek, a japán Heibi Noguchi, a Duna Televízió, Szövetes Európa bajnoki ezüstérmes, első danos mester, de most nagyon-nagyon nehéz dolga lesz a Sayumi második danos versenyző, és rögtön be is mutatja technikai tudását, egy köríves fejrugással kezdi a derbit. Semmi baj, tovább! Semmi baj, hallatszik a bekiabálás. Tovább előre kell menni, meg kell próbálni utolérni a japánt. Jóval fürgébbnek tűnik már az első pillanatokban Ayumi, ő csak 60,8 kg, Szövetes Veronika 78,8 kg, tehát jócskán súlyfölényben van, ezt a japán mozgékonyságával igyekszik majd valahogy ellensúlyozni, meg technikai tudásával, mint ahogy az első pillanatokban erről azt hiszem képet kaphatunk. Igen, Verának nagyon kell figyelnie, hiszen nincsen hozzászokva, mert magas, hogy túl sokan fejbe rúgják, ezért nagyon lenni is tartja a kezét sajnos. Pedig a japán lány nagyon laza, imáron 5-6-szor fejre irányított a rúgás, de most Verának is sikerült betalálnia. És még egyszer, talán egy picit erősebbnek. Ezek a pillanatok most mindenképpen szövetesé voltak. Kétszer egymás után sikerült a fejrugást bevinnie. De sajnos még mindig lenne a keze, és ezt nem engedheti meg. És a végén majd talán ez a súlyfölény, ez jól jöhet számára. De hát ehhez mindenképpen legalább kettő, az első kettő percet döntetlenre ki kéne hozni. Tehát nem szabad felesleges találatokat bevinni.
mint ahogy Anna mondta, föl kell emelni azt a kezet. Hajdanán piszkálták Valhamed Alit, profi ökölvívó világbajnokot, olimpiai bajnokot, hogy mélyen tartja a kezét. Az ő válasza erre az volt, hogy persze, hogy mélyen tartom, amikor bajba kerülök, úgyis felemelem. Hát talán ezt kéne Annának is szem előtt tartania. Veronikának, bocsánat. Vége az első két percnek minden esetre. Most egy picit izgulhatunk, hogy megvan-e a döntetlen, mehet-e tovább a mérkőzés. Olyannyira megvan, hogy megnyerte! Szövetes Veronikát látják jobbnak a bírók, és kettő perci küzdelem után ott van a legjobb négy között a magyar lány. Hát mindenképpen dicséretes, hogy egy magasabb összfokozatú japánt vert meg. A négy közé jutásért folyó harcban itt a lassítás arról tanúskodik, hogy ő visz be 2-3 nagyon pontos egyenesütést testre. A jóval törékenyebbnek tűnő japán lány testére, majd egy köríves fejrugással búcsúzik is. Újabb felsőági mérkőzés a legjobb négy közé jutásért. Tehát az előbb győztes Szövetes Veronika jövendőbeli ellenfelét láthatjuk most mindenképpen a küzdőtéren. A szőke lány fekete övvel, piros kiegészítő övvel, Tóth Ivett Magyarország képviseletében Európa-bajnok, második Danos Meser, az ellenfél pedig Ausztráliából érkezett. Név szerint Alison Kito, ő a második kiúig jutott. Ez most teljesen fordított mérkőzésnek ígérkezik, mint az előző. Itt Tóth Ivett a könnyebb, a fürgébb, a mozgékonyabb, még Alison Kito a súlyosabb egyéniség, hogyha szabad ilyet mondani hölgyek esetében. Most már ennyi küzdelemből kiderülhetett nézőink számára is, de azért foglaljuk össze röviden, hogy mik azok a tiltott technikák, amik nem alkalmazhatók egy Kyokushin versenyt. Már említettük azt, hogy ütni ugye fejre nem lehet. Mi nem támadható még? Nem támadható még a gerinc, nem szabad támadni a lágyék részt, tehát az ágyéki részt. Nem szabad térdet támadni szándékosan, hát néha persze, hogy szombos félre csúszik. Ezt gondolom inkább a frontális rúgásokra vonatkozik, mert egyértelmű, hogy térdre támad. Így van. Szemből viszont lehet támadni a fejet lábbal, és természetesen pedig a súgásokkal is. Tartóztatni kell a tolásoktól, fogásoktól, lögdösésektől. Erre éppen példát láthattunk, hogy Alison Kito feltette egy összebújósra Tóth Ivettet, ezt a mérkőzést vezette, nem támogatta és szétválasztotta a küzdőfeleket. Nem támadható még a nyak. Minden esetre Tóth Ivett most több szabályos felületre érkező egyenesütést mutat be. Alison Kito arca sokkal elpirultabb, mint ez a kezdetén volt, ami jelzi, hogy fárad, vége a második két percnek. Nézzük, a bírák hogyan ítélik meg most a mérkőzést. Két piros zászló a levegőben, nézzük a mérkőzés vezetőt. És kihirdeti ebben a pillanatban Tóth Ivett győzelmét, ami azt jelenti, hogy a plusz 60 kg felső ágán is két magyar versenyző csaphat össze a döntőbe jutásért, mégpedig Szövetes Veronika és Tóth Ivett. A magyar hölgyek tehát remekül szerepelnek eddig a világkupán, ami azt jelenti, hogy mind a két súlycsoportban lesz magyar döntős, ez már bizton állítható. Férfiaink sajnos elvultak a selejtezőbeli hosszú harc alatt, ami azt jelenti, hogy már nincs versenyben magyar férfi versenyző. Nem tudják megismételni az első világkupán nyújtott teljesítményt, amikor is a jelenlegi szövetségi kapitány Bence Antal bronzérmet szerzett. Itt most a 80 kg egyik négy közé jutásért folyó mérkőzésébe pillanthatunk be. Aki hanyatt esett látványosan, az az uruguayi Fabián Lasalt, ő a dél-amerikai régiót képviseli, az ellenfél pedig egy igazi nagyágyú, a török származású, de német színekben versenyző, Európát képviselő Muzaffer Bacak, aki második danos világbajnoki és világkupa második helyezett kétszeres Európa bajnok. A három perces első menet utáni első hosszabbítást láthatjuk most. Egy nagyon szép fejrugás Bacaktól,
ült meg Fabián Lasalt fején. Egyébként az Uruguay is jó ajánló levéllel érkezett az első fordulóban. Japán ellenfelet pedig Kentokut győzte le. Az előző három percben már egy picit, azt hiszem, az uruguayi versenyző bal lába, bal combja többször kapott olyan találatot, amit most már érezhetően nehezen visel, és nyilvánvalóan így alkalom nyílik máshol megtalálni Bacaknak, ennek a félelmetesen dinamikus és nagyon jobbanékony versenyzőnek. A második menetnek is vége, azaz az első hosszabbításnak. 5 perc küzdelem után még mindig nem alakult ki akkora különbség a két fiú között, mely egyértelműen eldönteni a mérkőzést, de nézzük a bírói döntéseket. Mind a négy oldalbíró Bacakra szavaz, ami azt jelenti, hogy a németek Európa bajnoka, világ és világkupa ezüstérmes elé tovább a legjobb négy közé. A legjobb négy közé jutott versenyzőknek a férfiaknál már kötelező a törés. Itt most a plusz 80 kg-os súlycsoport elődöntősök kezdik meg eténykedésüket. És a törés technikának a küzdelmekre is kihatásai vannak, a miértre pedig a Gulbor második belőmester adja meg nekünk a választ. Hát igen, nagyon egyszerű a válasz, mégpedig csak annyi, hogy 3 perc küzdőidő után 2 perc döntetlen, illetve ismét 2 perc döntetlen után most már nem mennek tovább a versenyzők automatikusan, hanem a vezetőbíró végignézi a versenyzők tört deszkának a számát, és az a versenyző, amely több deszkát tört el, az fog tovább jutni. Ha nem dönt a deszka, akkor a súly, és természetesen utána mindenféleképpen a 2 percet megvan. Különben nagyon közelé írtam, hogy a Csáma Fanda film jutott eszembe, amikor ott kellett a produkálni a véres harcot. A versenyzőknek négyféle módon kell törniük. Ez viszont nem okozott gondot. Ebbe tartozik a Seiken, vagyis az ökölnek az első és második ütőbütyke, a lábél, a kézél, valamint a könyök. Melyik a legnehezebb fajtája? Én azt hiszem, hogy mindegyik a maga nemében nehéz, de azért lábbal egy kicsit valószínűleg nehezebb lehet, hiszen egy pontatlanabb izom a láb. Nyilván minden kézzel csinál az ember, ezért ügyesebb a kéz. Viszont lábbal több deszkát el lehet törni, hiszen bele lehet ugrani, és az egész testet belerakva szét lehet törni sokkal több deszkát, mint kézzel. Minimum 3 deszkát kell eltörni, ez az úgymond benevezés erre a versenyszámra, de hát mindenki saját szájíze szerint, ki milyen erősnek érzi magát, milyen keménynek, még növelheti ezt a deszka mennyiséget, és akkor mint már az előbb hallottuk, ez majd jól jöhet a későbbiek folyamán. Tehát ezután katonai közelharc bemutató lesz, és utána a következő fordulóban... Most éppen folyik a felpakolás, igazi műgonddal helyezik el a bakon a deszkalapokat, előtte meg kell vizsgálni, hogy nincs-e repedés benne, nincs-e csomó. És amíg itt a készületek tartanak, hadd mondom el gyorsan, hogy a magyar hölgyek nagyszerűen szerepelnek. Itt a második Kyokushin karate világkupán, a 60 kg-os súlycsoportban. Stankó Rita és Montser Melinda vívhat egymással elődöntőt, ami azt jelenti, hogy mindenképpen lesz döntősünk. És ugyanez a helyzet a plusz 60 kg-os súlycsoportban is. Itt Szövetes Veronika és Tóth Ivett mérkőzhet majd a felsőági elődöntőben. Itt is lesz magyar finalista. Sajnos a férfiak nem is szerepeltek ilyen jól közülnek már egy sincs versenyben. És akkor nézzük a második törés technikát, amit a lábéllel kell végrehajtani. És ahogy mondtam, az a versenyző, amelyik fele tud ugrani a törésbe, azért annak nagyobb a sikerszázalma. Már az előbb is meg volt az évnál a két fiúnak. Negyedszer is neki feszülnek a gladiátorok, ezúttal kézéllel fogják majd elvégezni a műveletet. Ha jól tudom, és jól emlékszem, akkor az alapító Masutatsu Oyama ragaszkodott a törés technikához a végsőkig. Így van, Szószály Oyama úgy gondolta, hogy a Kyokushin karate olyan törés nélkül, mint a fa gyümölcs nélkül. Nagyon igaz is ez a dolog, hiszen itt egy igazi erődemonstrációt láthatunk.
és ha már szóba került az alapító, olyan a neve, 1994-ben bekövetkezett halála után a Kyokushinkai stílus több részre szakadt. Van-e arra még ön szerint lehetőség, hogy a stílus egyszer újra egyesüljön? Igen, én azt hiszem, hogy már olvad el még, és a többi stílus egy kicsit kezd átjárható lenni. Mindenki elmegy a másik versenyre. Remélem, hiszen igaz, valós versenyeket csak együtt tudunk rendezni, hiszen akkor kerekedhet ki egy igaz bajnok, hogyha mindenki odaáll. Az előbb arra is volt példa, hogy nem sikerült a törés, mint itt a lassításon láthattuk. Ilyen esetben a minimumon kell javítani a versenyzőnek? Igen, a minimum deszkát teszik fel ismét. Egy pici adalék, hogy azért fájám olyankor. Szóval visszahat az erő, és olyankor visszarúgja a deszka az erőt. Sokkal jobb, ha átüti az ember a deszkát. Két versenyző kényszerül javításra. Miután az építmény újra felkerült eredeti állapotába, csak most már a szám változott. Na nézzük. Tovább léphetnek mind a ketten, vagyis következhetnek majd a küzdelmek. Súlycsoport első elődöntője következik, mégpedig parád és magyar szereposztással. Módszer Melinda volt látható a képen, az ellenfél pedig Stankó Rita lesz. Se tény azt jelenti, hogy mindenképpen lesz magyar döntős a mínusz 60 kg-os súlycsoport versenyeinek végeztével is majd irtózatos küzdelemre számíthatunk. Szakkommentátorként üdvözlöm Leskornát, második Damos mestert. Mire számítasz? Hát ez érdekes kérdés, mert Ritának volt egy kihagyása, Melindának viszont nagyon komoly küzdelmei voltak a elődöntőben, illetve a selejtezőben, úgyhogy majd nem látjuk, mennyit lesz az okosabb, taktikásabb és az erősebb. Igen, Módszer Melindát alaposan megszorongatta az orosz Anna Zabolotnaya. Aki már látta ezt a mérkőzést, azt tudja, hogy nem a levegőbe beszélek. Stanko meggyőző teljesítményt nyújtott. Nagy kérdés tehát, hogy fizikailag kibírja majd jobban. Itt a második Kyokushin Karate világkupa elődöntőjében, amelyre erre az időszakra most visszaavanzsálható magyar bajnoki döntője akár. Talán a magyar válogatottból ők ketten pont a legszívósabb és legharcosabb, és olyan versenyzők, akik tényleg a szívükkel adják a küzdelemben. Stankó Ritával kapcsolatban már megemlítettük, hogy kétszeres Európa bajnok, és az első világkupán is az aranyérmet vehette át, tehát címvédőként szállít harcba. Az edzője pont az a Palmer Ádámnak, mert az egész világkupán szervezte. Háromdámas karatemester és kezdetőkkel foglalkozik Ritával. Az ellenfél pedig Módszer Melinda, szintén Európa bajnokú, a Győri Safari versenyzője. Módszer egyébként első, de most a második már. Itt a nagyon komoly ütéssorozatokat mér Melinda. Hát így az első két perc végén nagyon-nagyon belelendült Stankó, parádéson sorozta meg ellenfelét. Nézzük, hogy a bírák szemében elég volt mindez a győzelemhez. Egyértelmű a döntés. Bizony, hogy elég volt. Stankó Rita tehát mindössze két perc elteltével legyőzi Módszer Melindát a mínusz 60 kg-os súlycsoport első elődöntőjében, és bejutott a fináléba. 60 kg-ban következik Jurgita Tumaitet, az európai régió képviselőjeként. Ellenfele Kumiko Tsunakawa, Japán. De úgy. Két magyar lánya nehéz súly első elődöntőjében is. A kép bal oldalán Szövetes Veronika, az ellenfél pedig Tóth Ivett. Ők döntenek tehát arról a kérdésről,
hogy kijut a nehéz súlyú fináléban a felső ágról a döntőbe. Azt már időközben megtudhattuk, hogy Stanko Rita ellenfele a könnyű súlyú döntőben a tölgyfák szívosságával vetekedő litván Jurgita Tumaite lesz, aki japán ellenfelet, mégpedig Kumiko Sunakavát győzte le az elődöntőben. Kivetésen Veronika közel azonos ideje keretében, 10-12 évek korban is hasonlókorúak, és fokozatban is ugyanúgy. Az egyik ők egyenes, második egyenes, tehát feketővesek. Stílusban is, technikásak, taktikásak, évek óta ismerik egymást az IT junior versenyekről, és együtt edzenek a válogatottban, úgyhogy elég nehéz lesz eldönteni a versenyt. Egy tény biztos, mégpedig az, hogy a piros szalagot viselő, az övén hátul piros szalagot viselő szövetes Veronika 78,8 kg, míg Tóth Ivet jóval karcsúbb, ő csak 66,6, tehát hogyha esetleg a súly szerepet játszik majd a döntésben, akkor az Tóth Ivet számára lesz kedvező. Tehát ne szaladjunk ennyire előre, ez még csak az első két percben járunk. Tóth Ivet minden esetre most eltáncol, könnyedre veszi. Úgy látszik, hogy a mozgékonyságában bízik inkább, aztán úgy mégiscsak előre lendül. Belép ütőtávba, és ő is elhelyez egy-két egyenes szövetes testén. Most mint egy pillanatra Veronika menekült is volna Tóth támadásai elől. Úgy gondolom, nem igazán azt a küzdőmódot választanak, amiben igazán jó. Veronika talán túl közel engedi magához az Ivettel, tartani kellene sokkal jobban a távolságot. Igen, én is azt szerettem volna éppen említeni, hogy jelentős különbséget a bíró legyen a talpán, aki felfedezett volna. Így aztán mind a négy sarokbíró döntetlenre is adja a meccs első fázisát, és csatlakozik hozzájuk a vezetőbíró is, tehát az első hosszabbítás kezdődik e pillanatban. Mire egyébként a testnevelés egyetem hallgatója, illet pedig Debrecenbe tanul az egyetemen. Jó, értelmiségiekkel állunk akkor szemben. Most elhagyták a küzdőteret, ezt jelzi az oldalbírák zászlólengetése. És Tóth Ivet kap figyelmeztetést. Valószínűleg fogásért, és úgy rántotta ki a küzdőtérről ellenfelét. Illetve nagyon győzni akar mind a kettő, de viszont nem igazán hozzák a formájukat. Pedig hát magasan jegyzett versenyzőkről van szó. Tóth Ivet Európa bajnok, szövetes Veronika pedig az Európa bajnoki dobogó második fokáig jutott. Nem történt semmi, ezt jelzik a sarokbírák. Most egy picit aláfagyott a kezdeti lendület. Próbálkoznak. Igazándiból az előbb legalább látványosan érkeztek Jordanba, tehát felmagasságban dolgozni náluknál. Mutatjuk egy egyenes azok taktikusabbá váltani? Hát talán, de én még mindig a nagyon-nagyon erőlködést látom rajtuk. Mind a ketten nagyon szeretném meggyőzni, és ennél még sokkal taktikusabban, több elképzeléssel szoktam dolgozni. Tóth Ivet saját rúgásából esett most hanyat. Igaz, hogy találatot sem kapott, de nem is adott. Tehát továbbra sem igazán észlelhető az, hogy különbség lenne a két versenyző között. Minden esetre terepesen dolgoznak továbbra is. Szép fejlődás Tóth-tól. Veronika sokkal többet mozog a lábbal, többet lefordul, igyekszik ritmust váltani, és újra egy fejlődás sikerül neki. Abban a pillanatban, amikor berepül, kis, nem is tudom, zacskónak nevezhető tárgyacska. Babzsák. Mérkőzésvezető már több egyszer bizonyítja, hogy ebben a műfajban fejlődnek el. Vagy röviden, vagy hosszan dobja vissza az asztalhoz. És ebben a pillanatban a mérkőzést pedig megnyeri szövetes Veronika. Piros szalaggal. Ezt jelzik az oldalbírák. Így tehát az Európa bajnoki ezüstérmes ez esetben legyőzi az Európa bajnokot. És szövetes Veronika lesz ott. Sandra Stanelli-Zinde, Európa színeiben, és Csiza Jonezeva, Japán.
egy vérbő bemutató következik. A csoport vezetője nem más, mint Sihan Furko Kálmán, hatodik danos mester, a Magyar Szövetség elnöke. Érdekességként gyorsan jegyezzük meg, hogy dr. Szabó János honvédelmi miniszter Vissiben nevezte ki a Magyar Honvédség ezredesévé. Ő volt nyilván az, aki betanította a mozdulatsorokat. Önvédelmi bemutatót láthatunk, fogásokból való szabadulást, szintén nagyon jól alkalmazható a Kyokushin karate önvédelemre, és nyilván egy olyan alakulatnál, ahol a Sihan Furko is dolgozott az ejtőernyéseknél, ez fontos lehet, és így ezt próbálják demonstrálni, bemutatni. Hogy jön össze? A Kyokushin karatéval úgy tartják, hogy erő karate, támadó jellegű karate. Hogy egyeztethető össze az önvédelemmel? Hát igen, egy picit talán ez is tévhit, hiszen a Kyokushin karatéban úgy megvan az alaptechnikai bázis. Valóban egy kicsit hatékonyabb a küzdő stílusa, de az alap kihon technikáiban el van rejtve az összes önvédelmi fogás, és a Sihan ezeket kiemelve próbálja bemutatni és hasznosítani. No, nézzünk akkor bele. Köszönjük szépen! De milyen ébrednek kell lenni? És most ért véget. Köszönjük szépen, tehát Furko Kálmán ezeres úr és csapatát. Az európai színekben induló Litván. Az első döntő a női könnyű súlyúak és mindjárt magyar főszereplővel. Stanko Rita, ugyanis az egyik résztvevője ennek a finálénak, és rövidesen választ kapunk majd arra a kérdésre, hogy sikerül-e a címvédés a magyar lány számára. Íme ő, négy esztendővel ezelőtt Csibában ugyanis az első Kyokushin karate világkupát Stanko Rita nyerte. Még az ellenfélre várunk, aki remélhetőleg nem Litvániából érkezik egyenesen, csak valahol elkallódott a csarnokban. Név szerint Jurgita Tumaite próbálja majd megakadályozni a magyar lány ebben a bizonyos címvédésben. Tumaite iszonyatos küzdelemben győzte le az elődöntőben a japán Kumiko Tsunakavát, így bízhatunk abban, hogy fáradtabban indul majd harcba, és ebből Stankónak mindenképpen előnye származik. Hogyan látja az esélyeinket szakértőnk Leskó Anna? Én is úgy gondolom, hogy Rita pihentebb, mégis lehengelő dinamikával nyerte a küzdelmeit. A litván lány az viszont tényleg nagyon komoly meccset vívott, és úgy gondolom, hogy Rita rutinosabb, mint a litván lány. Hát jelen esetben ez a rutin nem szép dolog elárulni a hölgyek életkorát, de Stanko Rita ugye 1973-ban született, még Jurgita Tumaite 1980-ban, és az eddigi képzettségben is Ritánál az előnyű első danos, még a litvány lány második kius. A litvány lány egy gyönyörű egyenes rugást mért fejre Ritánál, amit sajnos nem tudott kivédeni, de szerencsére lábsérülés nem okozott. Nagyon vigyázni kell Ritának, mert több mint 10 centivel magasabb az ellenfele, tehát nagyon jó taktikát kell választani, nem szabad, hogy a litván lánya lábát igazán ki tudja használni. Szerencsére Stanko Ritát jóval keményebb fából faradták, annál, hogy egy egyszerű orvarúgás itt elnyomtson mindent. Egy tampon után folytathatja a küzdelmet, mondani sem kell, hogy a közönség még nagyobb lendülettel, 20 vitt a szurkolni, mint eddig.
ezt csinálja, amit kell, megpróbál Bernhardtot erőltetni és egyenes ütésekkel dolgozni. Azt hiszem lehengerlő most a lendülete. Igen, és ezt kell folytatnia, mert abban a pillanatban, hogy egy kis távolságot és időt enged a litván lánynak, abban a pillanatban ott a lábam. Minden esetre közel lehetünk már az első két perces mérkőzés idő végéhez. Ez Tankó a folytatásban derekosan helytáll, nem adva esélyt arra Tumaitének, hogy két perc alatt megszerezze a világkupa győzelmet. A lendülete töretlen Ritának, mert végigbírja a fenomenzben. Hát bízunk benne, az orráról is beszélhetünk ilyen értelemben, már hogy töretlen, és akkor a későbbiek folyamán sem zavarja majd ez a sérülés. Minden esetre egyenes ütéseivel uralni tudja a mérkőzés idő egyes periódusait, és a litván egyére nem tud mihez, mit kezdeni ezzel a Stankóféle támadás sorozattal. Vége a két percnek. Nem hiszem, hogy a sarokbírák felvállalnák a döntést. Egy piros szavazat minden esetre Stankónál, de ez kevés sajnos a győzelemhez, hisz a másik három sarokbíró, valamint a vezetőbíró is döntetlent vélt felfedezni, tegyük hozzá, azt hiszem, jogosan. Így van, azt hiszem, hogy Ritának ez az utolsó 20-30 másodpercben nyújtott teljesítménye volt, ami a bírókat megerősített, hogy ez egyelőre kifejezetten csak döntetlen lehet. Stanko továbbra is jön előre, de vigyázni a lábra, mert Jurgita Tumaite képes arra, hogy meglepje a magyar lányt, mint ahogy azt láthattuk a meccs elején is. Ritka látni a könnyök technikákat, most egész belharcot erőszakol ki Rita, és a térdrugásokkal igyekezett ezt tartani. Elcsúszott a nevvédő, ezért a technikai szünet. Jelzi, rendben, kész a folytatásra. Ez lehet a üdvözítő taktika, bemenni és belharcba dolgozni, jól látom? Így van, most is az előbb egy pillanatra hátrébb lépett Lita, és ott volt a Litánynál. Ha közel megy Stankó, akkor Tumaite nem tudja hosszú lábait használni, neki távolságot kéne tartani ahhoz, hogy ezt a technikát újra tudja alkalmazni. De egyelőre vagy képtelen rá, vagy nem is akarja talán, de ő is ott maradt belharcban, és ez mindenképpen Stankó számára jó. Továbbra is kétszeres Európa-bajnokunk, világkupa győztesünk jön előre, és az Európát képviselő Ritkán hölgy egyelőre, remélem nem csak a magyar szemünk mondhatja ezt bennünk, bizony vesztesnek látszik. Rita bemutatja azt, amit igazán tud, rendkívül harcosan, keményen küzdeni. Óriási szívvel jön előre, egyenes ütést követ. Tumaite részéről pedig nem jönnek a válaszok. Vége az első hosszabbításnak, 4 perc küzdőidőn vagyunk tehát túl. Mind a technikák száma, mind a pontossága. Úgy gondolom, hogy Rita javára döntheti a mérleget. Na nézzük, reméltek így látják ezt a bírák is. Piros, 4-szer is piros, kérem szépen! Ami azt jelenti, hogy a vezetőbíró már csinálhat, amit akar. Stankó Rita legyőzi a könnyű súlyú döntőben Európát képviselő litván Jurgita Tumaitét, és megvédi világkupa győzelmét. Nem mindennapi bravúr. Stankó Rita ezeknek az egyenes és sorogüléseknek köszönheti, hogy 1997 után másodszor is világkupa győztesnek mondhatjuk. A plusz 60 kg-ban újabb magyar hölgyet üdvözölhetünk, mégpedig Szövetes Veronikát. Újabb magyarért izgulhatunk tehát, az ellenfél pedig újra litván hölgy lesz. Bevallom férfiasan, amikor végignéztem a súlycsoport indulóinak névsorát, hát itt reméltem, hogy nem jut el a döntőig. Megpróbálom kimondani a nevét. Sandra Stanevíciute. Ha megengedik,
az elkövetkezendő percekben litvánként fogunk apostrofálni. Egyébként mind a ketten Európát képviselik. És mind a ketten a verseny legmagasabb leányzója. Egyéb iránt, hogyha a súly esetlegesen döntő lehet, arra nagyon kell figyelni, ugyanis kereken 10 kg a különbség a két hölgy között. Szövetes 78,8 kg, még a litván lány 68,8 kg. Tehát bízunk benne, hogy idáig nem jutunk el. A gyönyörű fejremélt egyenes rugást hajtott végre Vera, azonban megcsúszott a rugás után. És forduló, mindevezett Ushiro Gerivel próbálkozott a litván lány. De szerencsére nem sikerült, egy gyönyörű fejrugás. A köríves fejrugás bent volt. Nagyon szép technikás, látványos küzdelem várható. Hogyha összegabajolnak és nem tudnák őket megkülönböztetni, Szövetes van természetesen a két bal oldalán jelenleg első danos, tehát fekete öves és rajta van a megkülönböztető piros szalag. A litván lány második hius, tehát ő a barna övet viseli. Bízunk benne, hogy az összefokozatok közötti különbség kijön majd a mérkőzés folyamán. Minden esetre Szövetes szenzációsan kezdi a meccset. Elmondhatjuk azt hiszem, hogy fölényben van eddig. Igen, több fejrugásig sikere járt, de változatlanul, hogy már az előző mérkőzésen mondtam, sokkal jobban kellene védeni a fél, tízbe becsúszik az ellenfél részéről is egy-egy egyenes vagy körülös ugrás. Szövetes eddigi legjobb nemzetközi eredménye egy Európa bajnoki ezüstéren. Most ezt szárnyalhatja túl egy esetleges világkupa győzelemmel. A védekezésük mindkettőknek kicsit fegyelmezetlen. Beveszed húgásokat, igen. Mindkét oldalról is ez esetleg végzetes lehet. Bemegy egy nyílt őszinte csatába. Vége az első két percnek. Jelen esetben nem hiszem, hogy ez az első két perc döntött volna a világkupa sorsáról. De dönt a világkupa sorsáról, kérem! Mégpedig jó helyre dönt! Szövetes Veronika legyőzi Sandra Stanevicsét, és ő is világkupa győztes a plusz 60 kg-ban. Hát a magyar hölgyek szereplése szenzációsnak mondható. Messze túlszárnyaljuk a négy évvel ezelőtti világkupa szereplést, amikor Stanko aranyérme mellett egy bronzérmet szereztünk még, mégpedig a jelenkori szövetségi kapitány Bence Antal jó voltából. Most a két magyar hölgy csodát tesz, és két világkupa győzelem, két aranyérem a mieink számára.
Japán-orosz párharcot, az első férfi döntő a könnyű súlyúak között, azaz a 70 kg alatti uraknál. A kép bal oldalán, tehát a japán Takahiro Miyano, piros megkülönböztető szalagot láthatjuk hátul az övén, az ellenfél pedig Viktor Karasyuk. Van köztük azonosság, mégpedig az, hogy mindketten 1973-ban születtek. Takahiro Miyano egy picit előrébb jár abban, hogy ő már harmadik danos, még Viktor Karasyuk egymelőre a második dannál tart. A súlyuk nagyon-nagyon közel áll egymáshoz. 67,6 a japán és 69,7 az orosz, tehát a súly nem fog dönteni kettőjük között, az biztos. Döntsön a tudás, és vajon ebben kiáll jobban. Mind a két versenyző nagyon tapasztalt. Viktor Karasyuk a legutóbbi világbajnokságon 1990-ben a legjobb 8 közé jutott, a súlycsoport nélkül világbajnokságon 70 kiló sincs, tehát ő nagyon képzett és rutinos versenyző, előnyt kovácsol abból, hogy az ellenfél támadó vonalából kilépve visszatámad, tipikusan ilyen leforgós, lemozgós, nagyon okos küzdő stílusú. Az ellenfele a japán Takahiro Miyano, pedig egy picit tipikus japán stílus képvisel, tehát ő megy előre és csinálja a dolgát és szorgalmasan próbálja, mint a vízhordó. És hogy milyen szorgalmas, arra bizonyíték, hogy már volt összjapán bajnokságon első, illetve második helyezett, és azt hiszem ez nagy szó ebben a sportágban. Lassan véget élhet az első három perc, most egy jó lábsöprés Karasyuk részéről. Ezért pont nem jár, találat Vazari vagy Ipon nem jár, de mindenféleképpen pszichikailag az ellenfelek. És a bírók is emlékeznek rá nyilvánvalóan majd, amikor dönteni kell. Ami a törést illeti, Takahiro 16-ot, míg Karasyuk 14-et tört, tehát ebben a japánál valamivel jobban. Adott esetben ez döntő lehet, de hát addig még sok víz lefolyik a Dunán, és sok perc eltelik itt a küzdelemből. Ami érdekes lehet, hogy Viktor Karasyuk nem igazán használja a lábát fejre, pedig nagyon laza és nagyon sok vazarit, illetve ipont szerzett az elmúlt versenyeken. Most a térrúgásokat elértett az utóbbi másodpercekben, és közben Takahiro az arcát fogja, feltehetően becsúszott valami ütést, a lassítás árulkodik majd erről. Minden esetre a mérkőzés vezető jelzi, hogy időt kap a japán. Na nézzük, hát a... Igen, ott volt a balkezes állom. Emberül állta. Minden. Folytatódott a meccs. Egészen eddig a pillanatig, letelt a három perc. Hát bíró legyen a talpán, aki felmeri vállalni azt, hogy valamelyik versenyzőt megjelöli győztesnek. Négy döntetlen a sarokbíraktól, a mérkőzés vezető csatlakozik, így kezdődhet az első hosszabbítás. Te hogy döntöttél volna? Ugyanígy döntöttem volna, mindenféleképpen egy picit aktívabb Karasyuk, de ez nem annyival több, hogy erre döntést meg lehetne alapozni. Most viszont volt egy szép rúgás, egy orosi Kakato Geri fölülről levágta a sarkát
el is találta a japán versenyzőt. És Takahiro is megpróbálta a körélyes rúgással. Szép forduló rúgás testre. Első két kísérlet testre rúgással. Aktivizálja magát, tehát mind a két versenyző, mind a két karatéka, mégiscsak a világkupa győzelem itt a tét. És ha már idáig eljutottak az utolsó akadályban, senki sem botlik szívesen. Lehet látni, hogy sokat mozog oldalra keresztül, míg a japán versenyző csak követni próbálja, igazán aktívabbnak tűnik. Nem is biztos, hogy az. Az is megfigyelhető, hogy keresünk a kis kedvenc irányát, tehát jobbra-balra egyaránt leforog. Igen, nagyon képlékeny az ő küzdelme, jobbra-balra nagyon jól tud váltani ritmust is. Talán ebben van az ő profizmusa. Ütő-rúgó erőben egyébként nincs, tehát nem számottevő, de mégis a lábával azért tud operálni rendesen fejre. Most is jól lépett le oldalra a japán rúgása elől. Tehát továbbra is azt a stílust folytatja, mivel elkezdte a mérkőzést, folyamatosan vibrál egy pillanatra, sem hagy nyugtot japán ellenfelének. Igen, nehéz eltalálni egy olyan embert, ami folyamatosan mozog. Hát mozgó célpontra lőni sem lehet. Igazán pontosan is. Legalábbis jól kell tudni lőni. Igen. Kondícióban is, mint egy kicsit fölötte lenne a japán versenyzőnek. A kérdés, hogy majd mennyire bírja a végét, hiszen ő jóval többet mozog, mint japán ellenfele, aki jóval statikusabb küzdőmozgót folytat. És vége. Vége az első hosszabbításnak, újabb két percen vagyunk tehát túl. Összesen 5 perce győzködik egymást arról, hogy ki a jobb. Nézzük, hogy látták a bírák. 4 döntetlen megint a sarkokban. Újabb csatlakozás a mérkőzés vezetőtől, azaz újabb 2 perc kezdődik. Itt volt egy forgórugás kísérlete testre, de ezt jól hárította kézzel a japán. Itt egy ilyen test elvetődéssel próbált egy forduló rúgást. Első látásra laikusnak komolytalannak tűnt, volt ennek reális alapja? Nem. Lassú is volt szerintem, és teljesen pontatlan, hogy olyan kondicionális állapotban van szerintem már a japán versenyző, hogy inkább egy kis szünethez jutott. Ugye? Nekem is ez volt a benyomásom, hogy jó volt ott egy picit megpihenni a tatamin. No, de hát ha nem szed elő valami tartalék erőt, akkor Én úgy érzem, hogy a japán versenyző egy picit a deszkára alapozza a küzdelmét, hiszen ezután a két igen, perc a két után... percet kihúzná, akkor a deszkák dönthetnek. Kérdés, hogy a bírák akceptálják ezt a törekvését. Minden esetre Karasik is nyilván tisztában van ezzel a szimpla ténnyel, és fokozza az iramot. Ha lehet még fokozni, egyre mozgékonyabb. Ez a japán versenyzőnek használ, megy az idő, felálltak. Eltelt ismét 5 másodperc, itt Karasik azt hiszem, hogy össze kell szedje magát, hogy továbbiakban. Takahiro most színészi képességekből is bemutatott valamit, eljátszott, hogy állon talált egy ütés. Tehát az ázsiai embereknek könnyen megy az akciáték. Hát nem egy szép küzdelem, ez tény. Hát már győztest azért csak ez a küzdelem. Hát ez igaz időhúzó taktika. És minden is az orosz tábor megpróbálja önkívületi állapotban biztatni kedvencét. Karasuk jön is előre, de most ezekben a pillanatokban én úgy látom, hogy nincs benne igazán átütő erő, inkább dolgozik. Ugye ilyenkor a bírók azt is nézik, hogy ki volt aktívabb, de szerintem annyival nem volt aktívabb. Vége a két percnek. Na nézzük, hogy felvállalják-e a bírók azt, hogy Karasuk megnyeri ezt a meccset, vagy döntenek a deszkák. Mindenesetre a japán taktikusan zárta ezt a 2 percet. Fehér, 1 fehér van, 3 döntetlen. Döntetlenre adják a bírák. Egy sarokbírő döntött csak Karasjuk javára, de hát ez kevés az üdvösséghez. Így a szerelvény igazítás után most utána néznek a tört deszkák számának, és ebben bizony jobb lesz a japán, mégpedig 2-vel. 16-ot tört Takahiro Miyano.
14-et pedig Viktor Karasiuk. A japán fiújét, Takihiro Miyanoét 16. Most közlik, ezt hivatalos formában, itt tehát bevált a japán taktikája, Takahiro Miyano jól húzta az időt, jól próbálta lassítani a küzdelmet, és annak a ténynek köszönhetően, hogy kettővel több deszkát tört el, megnyeri a döntőt, megnyeri a világkupát. Japán győzelem tehát a legkönnyebb férfiaknál. A 80 kg-os finálé főszereplői már a tatamin, a kép bal oldalán az olasz Vitali Kolodjadzni, őt láthatják majd a megkülönböztető piros szalagocskával hátul az övén, az ellenfél pedig Európa képviseletében a litván Paulaus Klapatauskas. Klapatauskas talán a legkeményebb legény itt a mezőnyben, ő törte a legtöbb deszkát, szám szerint 20-at, és ide még a nehéz súlyúakat is érthetjük. Tehát rajtuk is túltett. Az orosz egyébként második danos, 1975-ben született. Még a litván versenyző az első danjánál tart, és ő egy esztendővel idősebb, 1974-ben látta meg a napvilágot. A súly az biztos, hogy nem dönt itt kettőjük között, ugyanis 2 tized a differencia. 79,7 tized a litvánik, 79,5 az orosz. Tehát még egyszer piros szalaggal az orosz, nagyon hasonló felépítésűek. És ez azt hiszem majd alapvetően meghatározza a mérkőzés arculatát is. Igen, én azt hiszem, hogy egy kiegyensúlyozott küzdelem lesz. Én úgy tudom, vagy úgy gondolom, hogy Klapatauskas egy nagyon öreg, rutinos versenyző, kétszeres Európa-bajnok, és a tört deszkák száma azért az felhívhatja a figyelmet arra, hogy ütőerőben azért ő biztos vagyok benne, hogy fölött áll az orosz versenyzőnek, hiszen sok KO, gyomor, illetve vazarit és ippont ért már el gyomorra az előző versenyeim. Biztos vagyok benne, hogy színvonalas küzdelem van, de a lábukat, ahogy látom, szintén már nem használják fel, hiszen a döntőhöz elérve igencsak megvan rugdosan mind a két ellenfél, hiszen az orosz ellenfél a Bacak nevű német versenyzőt verte meg, még a litván. Nak sem volt könnyű az útja idáig. Igen, itt már egyaránt beszélhetünk izom- és idegfáradtságról is. Tudom meg a nagy tét, ami még alapvetően óvatosságra intheti a feleket. Minden esetre Klapatauskas nyilván avval a szimpla tényen is tisztában van, amit az előző mérkőzésen is láthattunk, hogy a tördeszkák száma az ő javára billentheti a meccset, tehát berendezkedhetik egy óvatosabb stílussal erre a mérkőzésre, és várhatja már, mint a nagy üdvereiből kifolyólag várhatja azt a pillanatot, amikor esetlegesen megvillanhat és eldöntheti a találkozót. Hát szorgos mérkőzést produkálnak, az biztos, mindketten jönnek előre. Magas fájdalomtűrő képességű mindkét versenyző, nagyon erős felsőtestebb, és ahogy lehet látni, nem tudom, hogy a tévéképernyőn mennyire jön ez le. Komoly, erős és igen mély ütéseket helyeznek el egymás testén. De hát egyik remekül bírják. Burpee-ről azt hiszem már nyugodtan beszélhetünk mindkettőjük esetében is. Ott már megkezdődött az elszíneződés, de nyilvánvaló, hogy az első 3 perc után itt nem lesz döntés. Teljesen kiegyensúlyozott volt. Egy bíró még pedig a magyar Karmazin György, aki a fehér zászlót emeli, tehát a litvánra szavazott volna. A többiek döntetlenre adják az első 3 percet, vagyis jöhet az első hosszabbítás, az első 2 perc. Ahogy telik az idő, úgy nőnek Klapatauskas esélyei a világkupa győzelmet illetően. Az orosznak tehát gyorsan ki kéne találni valamit, amivel elfogyasztatja ellenfelét. Hátrálló hosszabbításban. Villanás volt Klapatauskas részéről, egy nagyon szép fejrúgás. Körívesen helyezte el ezt az orosz fején. Combrúgás, az mint hogyha egy picit a jobb lába megvan, az
Az orosz versenyzőnek megvan a jobb lába. Igen, nagyon okos taktikus, elmozog, és csak, és felfejlődik. Egyébként sem látni, azt hiszem az oroszban már akkora átütő erőt, hogy ezt a borzasztó fizikumú litván legényt legyűrje. Klapatauskas pedig nyilván nagyon okosan, nagyon taktikusan harcolva eljuthat a következő hosszabbítás végéig is, ha kell. Az orosz versenyző combja, nagyon félti a combját, ezáltal egy picit nyitottá is válik fönt, hiszen annyira kell figyelni a fájó pontra. Igen, annak a védésére kell minden figyelmét összpontosítania, és egy óhatatlan lejjebb hozza a fedezéket. Tehát a mellkas rész, a gyomor védtelenebbé válhat. Klapatauskas egyértelműen jobbnak, pszichésen biztosan jobbnak látni. Nem is beszélve arról, hogy a litván így esetleg elhelyezheti azokat a köríves felrúgásokat, amiről már bizonyította, hogy képes rá. A combrúgásokkal nagyon jól tudja kordában, tehát az orosz versenyző félve is lépked hozzá. Hát én véget ért az első 2 perc. Itt már inkább felvállalható az, hogy Klapatauskas megnyeri a mérkőzést. Na nézzük, mennyire vagyunk jó jósok. A helyzet valamelyest javul, most már 2 bíró emeli a fehéret, de kisebbségben maradnak, mert a vezetőbíró a döntetlenre voksol. Így folytatódhat a mérkőzés. Két bírót már meggyőzött Klapatauskas. Ennek a küzdődő végén mindenféleképpen a deszkák is fognak dönteni, amely szintén Klapatauskasnak, a litván versenyzőnek kedvez. Igen, hogyha az orosz nem szív magába valami plusz erőt, valami láthatatlan segítséget nem kap akár az égiektől, akkor elúszik számára a meccs. Minden esetre szorgosan jön előre, most megpróbálja a lábát fejmagasságba emelni. Nem okozott zavart. Az akarat megvan, de úgy hiszem, az már nem lesz elég. Ha csak Klapatauskas nem könnyelműsködi el és sétál bele valami fejrúgásban, azt hiszem, hogy ütő rúgóerővel combra vagy testre az orosz versenyző nem fog már így pont vagy vazerit elérni. Hát végül is a történelem már produkált olyat, hogy a könnyelműség vereséghez vezetett, de itt azt hiszem, most Klapatauskas már nagyon figyel. Érzi, hogy már nincs hosszú idő, amit ki kell bírni. Elszántan harcol. És kezében a világkupa győzelem. Igazi, fizikális, kemény, durva harc. Nem látványos, ez kétségtelen. Itt azt hiszem az akaraterő diadaláról beszélhetünk majd. No meg a fájdalomtűrő képességről, mely hozzásegítheti majd a győztest ahhoz, hogy bezsebelje ezt a világkupa győzelmet. Hát a szívük benne van kétségtelen mind a két versenyzőnek. És e pillanatban véget is ér ez a Vigaszi csata. A könnyű súlyú döntő, a középsúlyú döntő. Változna a kép, most a piros kap 2 szavazatot. Igen, egy picit aktívabb volt a végén az orosz versenyző, de én úgy gondolom, valójában döntetlen a csata, 3 bíró adta döntetlenre. Én is pedig így jönnek gondolom. A deszkák. Én is így gondolom, hogy azért annyival nem volt fölöttem a litván versenyzőnek az utolsó. Én nem láttam speciál akkora fordulatot ebben az utolsó 2 percben, hogy 2 bíró is az orosznak adja a találkozót. Közülük az egyik sarokbíró előtte a litvánra szavazott. Hát minden esetre a Klapatauskas a végére borotva élen hagyta táncolni ezt a bizonyos győzelmet. De csak eljutott oda, hogy a deszkák döntsenek a világkupa sorsáról. Imár a második finálé dőlhet így el. Klapatauskas
a 20 eltört Desztának köszönhetően legyőzi az orosz Vitali Koloziannit, és így Európa számára szerzi meg a győzelmet. Ha úgy tetszik, litván orosz visszavágó a nehéz súlyban, piros megkülönböztető jellel a litván Gediminas Tankevicius Európa képviseletében, az orosz versenyző pedig Denis Grigorjev. A szabad beleszólom, fordítva az orosz versenyző pedig a Tankevicius jött a felső ágról, ennek ellenére mégis az orosz kapta meg a kis szalagját. Így tehát a korrekció után a piros szalaggal láthatjuk az orosz, aki egyébként második danos mester, 95,1 kg-ot vitt magával a mérlegre. A súly egyébként nem lesz döntő, mert a második kiúnál tartó litván 94,5 kg-mal mérlegelt, tehát elenyésző köztük a különbség. Annál fontosabb tényező, mint ahogy az előző két döntőben már láthatták, az eltört deszkák száma. Itt a litvánál jobban, ő 15-öt szabdalt széllyel, az orosz viszont egyszer hibázott, így csak 12-ig jutott. Nagyon ponterős az orosz versenyző, nagyon erős meccse volt az előző, a döntőbe jutásért végignyomta a 9 percet, és így gondolom, az nagyon nagy kondíció igényű volt. Most jó volt a rúgása. Nagyon szép belső combos rúgás volt. Fel is borította rendesen a litvánt. Tankevicius kézzel igyekszik elétételt venni, de az orosz egyenlőre jól ver vissza, és a lábtechnika mindenképpen eddig nála bizonyul hatékonyabbnak. Most is egy jó belső combrugás, utána külső, mind a két oldalról jobbal ballal egyaránt. Úgy is látszik, hogy egy picit a litván combját félti, meg is rogyott egy pillanatra. Egyértelmű az orosz fölény, és azt hiszem, hogy a Vazari. Újra megvan a Vazari, mindenképpen megvan Denis Grigorjev számára, de egyelőre még az ipon veszélye is fenyegeti a litvánt. Nem, Vazarira díjazzák végül is a bírók. Fél pontot kaptál Grigorjev, de mindenképpen közelebb kerül a győzelemhez. Ki tudja húzni a litván a fennmaradt időt? Nagyon erős ez az orosz srác, nagyon-nagyon erős. És nézzük, hogy folytatja Denis Grigorjev azt a hóér munkát lábra, amit elkezdett, és nagyon úgy néz ki, hogy igen. Többször megint olyan kísérletet tesz. Nagyon nyitott fejre és teste most már a litván. És Grigorjev szinte angyali nyugalommal dolgozik tovább. Érzi, tudja, hogy a kezében van a mérkőzés, kezében van a világkupa győzelem lehetősége. Hisz Tankeviciusnak most már az energiái óriási része arra vészel, hogy a védekezéssel megpróbáljon törődni. Vége van a három percnek, és bizony ezt a mérkőzést Denis Grigorjev megnyerte. Elég tételt vettek az oroszok. Így van a férfiaknál egy japán és egy litván győzelem után. Most orosz győzelem, hisz minden bíró Denis Grigorjevre voksol, aki teljesen megérdemelten söpri be a nehéz súlyúak között a világkupa győzelmet. Hisz remek rúgásainak következtében ebben ez volt az a pillanat, amikor Tankevicius még földre is került, és ezért Vazarit kapott az orosz. Egy újabb nagy ágyú következik, ha szabad így fogalmaznunk. A durranás valószínűleg fölöttébb. Itt is nagy horderejű lesz. Kenji Midori negyedik danos mester, ugyanis a szövetség elnöke, 1995 világbajnoka, és tette ezt mindezt 70 kg-os testsúlyjal, ami fölöttébb elismerésre méltó. Az ő bemutatója következik most. Szintén egy mestergyakorlatot láthatunk, amelynek a neve a Kanku. Ez annyit jelent, a Kyokushin karate szimbóluma, egy ilyen égvizsgáló pozíciónak hívják Japánban. Ezt a kátát láthatjuk a Sihantól. ...1991-ben volt ő világbajnok. Annyit kell tudni róla, hogy a világbajnoki aranyérmet a félelmetesen laza és gyors lábával szerezte, amit most láthatunk is. Hey!
elképzelt ellenfél elleni küzdelem. Mennyire készítheti föl a karatékát ez a valós harcra? Én azt hiszem, hogy a valós harchoz mindenféleképpen köze van, de abban, hogy felkészíts az izmokat, illetve a szellemiséget az ember megkapja ezekből a kártából, abban biztosan. Azért egy szabad küzdelem egy teljesen más jellegű, hiszen ott nincs egy előre meghatározott, koordinált mozgássor, tehát az pillanatról pillanatra él, de a szellemiség az mindenféleképpen áthat. Kenji Midori negyedik danos mester tehát a gondolatban földre küldött ellenfél ellen befejezte a forma gyakorlatát. És a következő szakaszban ő is töréstechnikai bemutatót tart nekünk. Deszkákat tartanak, és gondolom, hogy különféle ütésekkel, rúgásokkal fogja azokat eltörni. Le fogja mutatni, gondolom, a laza és gyors lábát, hiszen egy baseball ütőt láthatunk. Igen, az égnek meredő baseball ütő nyilván egy célt szolgál majd. Tehát fej magasságban fogja szétrúgni. Minden valószínűség szerint. A japán mester is szólt, hogy azon a részen, ahol várható, ahol repül a baseball ütő, ugye a törés után, akkor tessék nagyon figyelni, hogy hátrébb... Koncentrálás. Főleg a gyerekeknek nem valami van esetben. Egyelőre zavarják a mestert. A fényképezőgép akui. Igazi japános hozzáállás. Most már a negyedik deszkasor is az áldozatává vált, jön a baseball ütő. Nagy ellenállás, ezt sem tudott kifejteni. Szinte belesajdul az ember sincsonyban, még a látványra is. Képzeljük el, hogy küzdelem közben egy ilyen villanó láb gyorsan véget vet ám a küzdelemnek. Ő egyébként 40 fölött van már, tehát 42-43 éves. Ahhoz képest elég jól mozog. Fantasztikus. Élő legenda, Kenji Midori. Hát nem tudom, fokozható-e még a népszerűség, ami jelen pillanatban megnyilvánul iránta, de hát ez dukál egy világbajnoknak. Kenji Midorit láthatták bemutató közben. A magyar csapat kiválóan szerepelt, hiszen mindkét női kategóriában, Stankurita és Szövetes Veronika révén magyar győzelem született, valamint Montzer Melindának, illetve Tóth Ivetnek köszönhetően még egy harmadik és egy negyedik helyet is sikerült begyűjteniük.